Két nap múlva vízkereszt. A néphagyományhoz híven sokan akkor bontják a karácsonyfákat. A hulladékgyűjtők mellé kitett fenyőket a Depónia Nonprofit Kft. Január 8-a és 19-e között gyűjti a kommunális hulladékelszállítás napján. Akadnak karácsonyfák a hulladékgyűjtők mellett már a napokban is, de a számuk elenyésző. Az igazi nagy karácsonyfabontás általában január 6-ához, vízkereszt napjához kötődik. Gurbai Miklós és felesége régi hagyomány szerint mindig addig vár a karácsonyfa leszedésével. A 6-áig mindenképpen. Addig, mert éppen most beszéltük, hogy mi 6-án, mi akkor szoktuk szétszedni. Miért pont 6-án fontos önöknek ez a vízkereszt? Igen. Akkor szokták. Így tanultuk. A hagyomány szerint vízkeresztkor kezdetét veszi a farsangi időszak, amikor a meghittség helyébe a vidámság lép. A karácsonyfát tehát nem csak azért kell leszedni, hogy ne lepjék el a tűlevelek a szőnyeget, a babona szerint el kell engedni az új évet és ünnepelni kell az újat, hogy ne hagyjon el a szerencse. Hajnal József is január 6-áig megtartja a fenyőfát. Vízkeresztig általában. Később már nem már. Úgy vagyunk vele, mint a hagyomány tartja, vízkeresztkor lesz együtt. A kidobásra szánt karácsonyfákat január 8-ától 19-ig szállítja el a Depónia Nonprofit Kft. A hulladékszállítási napokon. Gyűjtőedény mellé kell kihelyezni ezeket a megunt karácsonyfákat, minden díszítő elemtől mentesen, úgyhogy se a gyalogos, se pedig a jármű forgalmat ne akadályozza. Azért szükséges ugye a díszítő elemektől megszabadítani, mert egyrésztről ugye a gyűjtést is nehezíti, illetve a további felhasználást is. A teljesen lecsupaszított és be nem csomagolt fákat tudják a legkönnyebben elszállítani, így erre érdemes odafigyelni. A begyűjtött karácsonyfákat energetikai hasznosításra adják tovább. A közszolgáltatási területen lévő településeken is január hónapban szállítják el a fenyőfákat. A www.deponia.hu oldalon a településkeresőben már megtalálhatók a hulladéknaptárak, amelyek tartalmazzák a karácsonyfák elszállításának időpontját. A karácsonyfabontások előtt nem árt néhány dologra odafigyelni. Ha még maradt csillagszóró vagy gyertya a fenyőn, akkor már ne gyújtsuk meg, mert a kiszáradt fa könnyen lángba borul. Erre hívja fel a figyelmet a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A népszokáshoz híven vízkereszt idején január 6-án bontják le legtöbben a karácsonyfát. A katasztrófavédelem az utolsó csillagszóró vagy gyertya meggyújtásától óva inti a lakosságot. Fontos szem előtt tartani, hogy a fenyők gyúlékonysága a lakásokban napról napra fokozódik. A kiszáradt gyantásfa könnyen lángra kap, a száraz fenyőn nagyon gyorsan, pillanatok alatt terjed a tűz. A népszokás szerint vízkereszt idején január 6-án bontják le a legtöbben a karácsonyfát. Nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy ebben az időszakban a karácsonyfák gyúlékonysága már igencsak fokozódik, mert ezek a fenyők a melegszobai hőmérsékleten nagyon gyorsan száradnak, a kiszáradt gyantásfenyő pedig pillanatok alatt lángra kap, és a tűz nagyon gyorsan terjed ezeken a fenyőkön. Abban az esetben, ha megtörténik a baj, akkor mindenképpen azt javasoljuk, hogy csak akkor próbálkozzunk a tűzoltásával, ha azzal a saját testi épségünket nem veszélyeztetjük. Ha a környezetben, a karácsonyfa közvetlen közelében nincsenek bútorok, berendezési tárgyak, akkor borítsuk le a fenyőt, és egy vagy két pokrócot szétterítve rajta elfojthatjuk a lángokat, és ezzel megakadályozzuk azt is, hogy a tűz a közvetlen közelében lévő berendezési tárgyakra is átterjedjenek. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezekben a napokban már a kiszáradt karácsonyfákon semmi esetre se gyújtsuk meg az utolsó gyertyát, vagy az utolsó csillagszórót, mert ahogyan már említettük is, a kiszáradt gyantásfenyőn pillanatok alatt tovább terjed a tűz. Ezért javasoljuk, hogy az utolsó csillagszórót a karácsonyfáról leszedve szabadban vagy járólappal burkolt helyiségekben gyújtsuk meg, úgy, hogy ez a közelben, tehát a keletkező szikrák a közelben már további tüzet ne okozhassanak. Kiterjedtebb tűz vagy nagyobb tűz esetén, intenzív füstképződés esetén minden esetben haladéktalanul hagyjuk el a helyiséget, a lakást, zárjuk be magunk mögött az ajtót, és értesítsük mindenképpen a katasztrófavédelem 112-es segélyhívó szemen keresztül a tűzoltók segítségét kérjük, és ha lehetőség van rá, akkor minél több szomszédot értesítsünk a tűzesetről. Ha lángra kap a fenyőfa, fontos, hogy gyorsan intézkedjünk. Kigyulladt karácsonyfa oltása esetén először mindenképpen áramtalanítsuk, húzzuk ki a konnektorból a karácsonyfa díszítését szolgáló elektromos berendezéseket, lámpafüzéreket, és utána próbálkozzunk a tűzoltásával, tehát borítsuk le a fenyőt, és egy-két pokrócot terítsünk rá, ezzel a takaróval megakadályozzuk a tűz tovább terjedését, és elfojtjuk vele a lángokat. Bár nem sok esetben történik karácsonyfa tűz, de mégis előfordul. December 24-én is lángba borult egy fenyőfa.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy évről évre Fejér megyében egy-két tűzeset hozható összefüggésben kigyulladt karácsonyfa miatt. Ez a szám, úgy gondolom, hogy ez az egy vagy két eset is nagy, főleg akkor, hogy a személyi sérülést és anyagi károkat is okoz. Fejér megyében az idei karácsonyi időszak alatt Szenteste már történt egy karácsonyfatűz, egy családi ház szobájában a műfenyő gyulladt ki. Tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség, a lakók el tudták oltani a tüzet, ugyanakkor ennek során az egyikük égési sérüléseket szenvedett. Abban az esetben is be kell jelenteni a tűzeseteket a 112-es segélyhívó számon, ha sikerült eloltanunk a tüzet, tehát nagyon fontos, hogy minden esetben jelentsük be és kérjük a tűzoltók segítségét. Ha ezt két órán belül megtesszük, akkor a tűzoltók ki fognak még menni a helyszínre azonnal és átvizsgálják a területet. Nagyobb kiterjedésű tűz, lángolás és intenzív füstképződés esetén azonnal hagyjuk el a lakást, csukjuk be maguk mögött az ajtót és hívjuk a 112-es segélyhívó számot. És nagyon fontos, hogy minél több szomszédot értesítsünk a tűzről.